karácsonyi könyvásárra jelenik meg a legújabb könyvem, ez pedig a Vihar kapuja, avagy Egy családregény eleje. A Vihar kapuja az Kuroszava filmjére utal, de nem egy az egyben arról szól, hanem a főiskolás osztályom története, akik 1968 és 73 között a színművészeti főiskolán, ma már egyetem végeztünk, és a mi viharunk kapujáról, tehát az életbe való kilépésünkre utal. A családregény eleje pedig arra, hogy ez tulajdonképpen a második könyvem, az első az Ördöggörcs volt. Sokan óvtak tőle, hogy az Ördöggörcs nagy sikere után a második könyv nagyon veszélyes, mert nagyon sokan fogják támadni, illetve kivont kardokkal várnak egy második könyvet. No, ezt a dilemmát úgy próbáltam megoldani, hogy a második könyvem az első könyvem, mert hiszen a Vihar kapuja, a rendezőosztály története az előbb készült, mint az Ördöggörcs, gyakorlatilag doktori disszertációnak, de úgy gondoltam, hogy az évek során még tovább érett ez a történet, amely beszélgetőkönyv, dialógus, naplórészletek, levél, töredékek és más műveknek a elegye, és választ keres arra, hogy mi a színház, mi a rendezés, mi a dolgunk benne, és egyáltalán túl lehet-e élni ezt a valamit, amit színháznak nevezünk, ami számunkra az élet teljessége. Nem csak szakmán belüli olvasókra számítok, hiszen a színház mindig metafora, gondoljunk csak Csehov Sirályára, ahol a fiatalok színházat csinálnak, de ezzel a saját életükbe lépnek be, és a legnagyobb problémákra keresik a választ. Én úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés is sokkal többről szól, mint színházról, mindannyiunk alkotó kedvéről, alkotási képességéről vagy képtelenségéről, életutainkról szól, amely a beváltott vagy beváltatlan ígéretek drámája is. Természetesen nagyon sok humorral, sok történet felidézésével a főiskolás korunkról, amely nagyon izgalmas korszaka volt Magyarországnak, hiszen a 68 utáni kádári konszolidáció időszaka, ami sok értelemben felesel, illetve utal a mára is. Így aztán a második könyv az első, és a olvasóimnak és kritikusaimnak pedig azt üzenem, hogy a harmadik könyvvel majd csak elbánok magam is.